sziasztok! Itt is lenne egy olyan Media War 2 Totálbor online csatával, és ahogy elnézem, a germánok fognak már játszani a pápai állam ellen. Na lássuk ezt a csatát. Ja, bár ez is egy szintén küldött csata, szóval nem saját csatám. És nem tudom, mi fog történni. Na de akkor lássuk a germán sereget. Ahogy elnézem, három pajzsos számszeríjász, elég ismerős nekem ez a sereg. Négy teuton lovag, ja. Nyergeletlen hüberi lovagok, két gótikus lovag, egy Zweihander és egy reményvesztett, még egy nyergeletlen hüberi lovag, azaz négy darab van, négy pikás militista és egy fejlesztett hadvezéri testőrség. És akkor lássuk, hogy nagyjából mi van az ellenségnek, ugyebár ezek a gótikus lovagok inkább lovasság ellen jók és nem gyalogság ellen. Ahogy elnézem, ez a csata elég elég hosszú. Fejlesztett hadvezéri testőrség. Fejlesztett páncélzatban, ha jól látom? Vagy fejlesztett fegyverzet. Nem tudom, de valami elég komoly lehet. Ahogy elnézem, rengeteg idő kell még az ellenség elrendezi a dolgait. Szóval a német-római sereg az eléggé ismerős nekem, ha jól emlékszem, az előző csatában is ugyanezzel a sereggel volt. Oké, itt elég komoly pápai sereg, ahogy elnézem. Szóval itt van két csapat templomos lovag. Elég jól néznek ki. Na de kezdjük a számszeríjászokkal. Szóval négy csapat pajzsos számszeríjász. Igen, négy csapat pajzsos számszeríjász. A német-rómaiak ezek szerint alul maradnak számszeríjászatban. Némi nyergeletlen fegyveres, itt van három, plusz négy nyergeletlen hübéri lovag, az is faja. Plusz még négy csapat nyergeletlen törtláncsás, Jézusom! Nagyon erős gyalogság. És még két templomos lovag. Plusz ispotályos lovag védi a hadvezérét, oké. Szóval nincs hadvezéri testőrség, csak kapitány. Hát, hogy őszinte legyek, a német-rómaiaknak most nagyon kevés esélyük van a győzelemben, mivel ugyebár lovassági túlerőben nincsenek, de hogy elnézem, a templomos lovagokat le fogják vágni a teutonok, mert a hadvezéri testőrség be fog segíteni. Így a templomos lovagok alul maradnak, plusz a templomos lovagok rohamja az valahogy nagyon szar volt. Ja, ez meg is látszik, hogy rengeteg templomos lovag meg is halt, és mindössze pár teuton. Nagyon előre kéne küldeni a gyalogságot, hogy segítsen a lovasságnak. A templomos lovagokat fel fogják koncolni, ja. Csúnyán levágják őket, már is jön a testőrség, bekeríti őket és el fognak futni. Van egy olyan érzésem, és itt is elkezdődött a harc. Ezen a szárnyon. És ahogy elnézem, a teuton lovagok jobbak, mint a ezek, mint a templomosok, vagy csak egyszerűen nem figyelt a templomos lovag egység és vagy az ellenség. A pápai állam és nem tudtak rohamozni a templomos lovagok. Nem tudom, de a lényeg, hogy csúnyán lenyomják a templomosokat. És hogy elnézem, a német-római számszeríjászok pedig a gyalogságot vették inkább célba, és nem a számszeríjászokat, ami talán egy jó lépés, talán nem. Szerintem jó lépés, mivel kevesebb gyalogosam, ugyebár a pápai államnak nagyon-nagyon erős gyalogsága van, erősebb, mint a német-római gyalogság, csak ugyebár a pápai állam, mondjam azt, hogy eléggé el van tájolva, vagy nem tudom, hogy mit csinál, de ez a ispotályos lovagegység, ez már rég itt kéne legyen, és be kellett volna segítsen teuton lovagok ellen. Hogy őszinte legyek, a csatának nagyjából vége van. Mivel a templomos lovagokat szétverték a teutonok minimális veszteséggel, így a német-római sereg gyalogság meg fog indulni, és szét fogja zúzni a templomos és a teuton lovag segítséggel, ugyebár. Ja. Egyszerűen szét fogják zúzni a pápai állami csapatokat.
Ugyebár ezek a nyergeletlen fegyveresek abszolút semmit nem érnek lovasság ellen. Plusz ugyebár rohamoznak a teuton lovagok, utána visszavonulnak, megint rohamoznak, és szét fogják zúzni a pápai állami sereget. Nos igen. Hogy elnézem, a gyalogsággal várnak a német-rómaiak, nem rohannak csak úgy bele az ellenségbe. Valahogy úgy kéne csinálni, ugyebár, hogy a gyalogság előre tör, a lovasság jobbról balról megkerüli őket, és vége. Kész. Felkoncolják a sereget. Ugyebár a pápai államnak mindössze kardforgatói vannak, egy lándzsás egysége nincs, ami érne valamit lovasság ellen. Így nem tudnak védekezni a lovasság ellen, abszolút semmi esélyük nincs a teuton lovagok ellen a nyergeletlen lovagoknak, vagy fegyvereseknek, vagy tört lándzsásnak, ugyebár. Szóval igen, ez a csata nagyon, nagyon nem jól indult a pápai állam részéről. És valahogy próbálnak felvenni egy pozíciót. És ahogy látom, megindulnak a német-római pikások. Amúgy a pikás milicisták nagyon-nagyon jók, hogyha közel, és a hadvezér közel van hozzájuk. Itt két csapat nyergeletlen hübérlovag előre tör, a teuton lovagok már jönnek is. Pont most akartam mondani, hogy kéne küldeni a teuton lovagokat oldalról. Plusz itt is, igen, megindultak a teuton lovagok, és hát lehet látni, hogy rengeteg lovagot megölnek, rengeteg gyalogost. Ugyebár ezek a teuton lovagok rohadt erősek, mivel buzogányt használnak, így bónuszuk van páncél ellen. És ugyebár ezek a katonák, a templomos lovagok is például nagyon nehéz páncélosok voltak, de hát a teuton lovagnak bónusza van páncél ellen. Ezért is vágták le olyan gyorsan a templomos lovagokat. Plusz itt a pikás milicisták, ahogy mondtam, megfelelő támogatással, és már jön is a hadvezér. Teuton lovagok elmentek másfelé, de mindegy, jön a hadvezéri testőrség, és el is futnak a lovagok. A pápai állami hadvezéri testőrség, vagyis kapitányi testőrség pedig még csak most indult meg. Hát igen, a pápai állam mindenhol ott van, így nincs csatarend, így egyszerűen felkoncolják őket. Nincs csatasor, nincs semmi. És több mint a seregének, több mint felét már elvesztette. Ugyebár ezek a tört lándzsások még érni fognak valamit, de mihez bekerítik őket, vége. Ja, már ingadozóak. Ugyebár az itáliai katonák nem a bátorságról híresek, hogy őszinte legyek. Lehet látni, hogy itt a hadvezér nagyjából mellettük, de futnak, kész, vége. Nagyjából az egész csapat meghalt. Meghaltak vagy tizen és el is futottak, kész, vége volt. Ugyebár ezeket a tört lándzsásokat városokban képzik, és hogy őszinték legyünk, és tudjuk azt, hogy a városban képzett katonák nem a bátorságról híresek. A várban képzett katonák azok még bátrabbak, de... Hát, ja, ez ennyi volt. Ezt nem nevezzük csatának, ez valami kivégzés volt, az kész. Ez... ja, hát... Hát igen. Ez... Nem tudom, mit mondjak. A pápai állam egyszerűen elszúrta az egész. Már a kb. Akkor a csata véget ért, ugyebár mondtam is, hogy a csata kb. Akkor véget ért, mikor a pápai állam lovasága veszített, szóval... Igen. Na de hát, köszönöm a megtekintést. Ez egy nagyon érdekes csata volt, nagyon gyors volt, de hát ez van. Még egyszer köszönöm a megtekintést, sziasztok!